árnyékos részre, hogy ne legyen meleg. És ha itt van, spanglit várjuk. Spangli. Gazdája. Ti is a beöltöztetett versenyre jöttetek, ezek szerint. Egy Staffordshire terrierről van szó, és fordítok, mikor nem tudom, aki gazdájához hasonulva rasztál. Jól mondom? Igen. Menj. Gondolom, most jó melege van. A zsűrinek mutasd be, kérlek, a kutya. Aha, csak a sapkát még, csak egy picit szereljük föl rá, hogy nehogy túl melege legyen. Azt a nem kutyát, szereti. Igen. És hát én megmondom, hogy én beleszerettem teljesen abba az ötletbe, hogy az külön szerencse, azt hiszem mindannyian tudják, hogyha a Jóisten olyan külsővel áld meg bennünket, amire elég, ha ráteszünk egy nyakkendőt, meg egy ilyen kis cipőcske helyett egy ilyen kis gallérkát. Hát én őt feltétlenül szeretném, hogy ő jelmezben Kenzónak hívják, köszönöm a segítségedet, és ő természetesen, ő az ugye három kutya. Én akkor a jelmezeket megcsinálnám, Lajos pedig most kér segítséget a mellettük állóktól, mert ügyességben annyira fantasztikusak voltak, hogy nagyon nehéz, parancs. Én meg kell mondjam őszintén, hogy az első ennek a kiskutyuskának, aki ide-oda ugrált, ő a Pimasz. Halatlan nagy dolog volt az a kiskutyuska, aki